3,5 millió román állampolgár dolgozik az Európai Unióban. Az aktív román lakosság jelentős része hagyta el az országot az elmúlt években, a 20 és 39 év közötti fiatalok 24%-a külföldön él, az otthon élők több mint fele pedig más országban képzeli el jövőjét. Erről Porcsalmi Bálint beszélt Kisvárdán a Vállalkozz Rá konferencián. Az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség és a Magyar Ifjúsági Értekezlet közös rendezvényén a mintegy 70-80 erdélyi, kárpátaljai, valamint magyarországi fiatal vállalkozónak az RMDS ügyvezető elnök elmondta, az elvándorlás okai között már nem csupán pénzügyi tényezők játszanak közre, hanem a jövőkép hiánya is. Porcsalmi Bálint kiemelte, ez a romániai magyarokat is érinti, hiszen folyamatosan romlanak a magyarság társadalmi pozíciói, nagyban beszűkültek a fiatalok lehetőségei. Szerinte ennek egyik oka az is, hogy a magyar oktatás minősége jelentősen romlott. De mint mondta, az is hátrányt jelent számukra, hogy az elmúlt 16 év alatt 10%-kal csökkent a román nyelvet beszélő magyar fiatalok száma. Porcsalmi Bálint úgy fogalmazott, már nem az a fő kérdés Erdélyben, hogy hány magyar gyermek születik, vagy hány magyar fiatal vándorol ki, hanem hogy milyen magyar fiatalok maradnak ott. Ehhez úgy véli, a magyar oktatás minőségének és struktúrájának a megreformálása szükséges. Én azt hiszem, hogy nekünk a magyar oktatás nem magyar munkásokat kell kitermelje, vagy nem magyar képkezni munkásokat kell kitermelje, vagy alulfizetett munkásokat kell kitermelje, hanem a mi oktatásunk elsősorban vállalkozni vágyó, egy fiatal vállalkozókat kell kitermelje, akik okosak, tudnak innovatívan gondolkozni, akiknek nagy a mobilitásuk, akik, ha úgy tetszik, nem csak munkahelyet, pénzt, hozzáadott értéket is tudnak tenni. A határon túli magyar vállalkozások export tevékenységének kiszélesítésében jelentős eredményeket ért el a Magyar Nemzeti Kereskedőház. Ezt már Olá Zsanett, a kereskedőház vezérigazgatója hangsúlyozta a konferencián. A Magyar Nemzeti Kereskedőház erdélyi regionális képviseletei már több mint 2000 magyar érdekeltségű vállalkozással alakítottak ki együttműködést, az erdélyi irodahálózat tavaly mintegy 1,6 milliárd forint üzletkötésben működött közre, Kárpátalján pedig helyi képviseletei révén mintegy 500 kárpátaljai vállalkozással alakított ki napi szintű együttműködést, amelynek köszönhetően eddig több mint 1,1 milliárd forint értékű konkrét export lehetőséghez jutottak partnerei. Az elmúlt 3 évben nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy feltérképezzük azokat a határon túli magyar vállalkozásokat, akik partnerei lehetnek a magyarországi vállalkozásoknak. 22 irodánk van a Kárpát-medencében, ők voltak a legfőbb segítőink ebben. Az elmúlt 3 évben több mint 5,5 milliárd forintnyi üzlet köttetett Magyarország és a határon túli vállalkozók között. 2010 előtt magyar vállalkozás szinte nem juthatott Európai Uniós pénzhez, emelte ki Csepregi Nándor a konferencián. A miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Fidesz-KDNP kormányzása alatti helyzetet jóval kedvezőbbnek ítéli meg. Mint mondta, 2010 óta úgy változtattak a rendszeren, hogy 10 Európai Uniós fejlesztési forrás esetében legalább 9 olyan vállalkozás van, aki nyer ezeken a pályázatokon és megvalósíthatja beruházását. 2010 előtt csupán 14%-a volt a teljes pénzmennyiségnek az, amit a magyar kisvállalkozások el tudtak érni, illetve a magyar vállalkozások, vagy Magyarországon működő vállalkozások. Most 2014 után, amikor mi újra tárgyaltuk ezt a megállapodást Brüsszellel, pedig úgy, hogy növekedett annak a pénzmennyiségnek az összessége, 12 ezer milliárd forintról beszélünk, amit Magyarország lehívhat, ennek a 60%-a magyar vállalkozásokhoz. Tehát az állam kevesebb pénzt használ fel, többet ad a vállalkozásoknak. Csepregi Nándor kiemelte, ez olyan gazdasági mutatókban is tükröződik, mint hogy Magyarországon több mint 12%-ról 3%-ra csökkent a munkanélküliség, illetve hogy amíg 2010 előtt nem volt gazdasági növekedés, addig most ez stabilan 4%. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy ma már a magyar állam is stabilan és nagy mértékben tudja támogatni a vállalkozásokat. Elkötelezett Európai Unió párti kormányzatként mindent megteszünk azért, hogy az európai közösség megerősödjön. De mindent megteszünk azért is, hogy a magyar vállalkozások ettől függetlenül tudjanak növekedni. 2010-ben nem volt olyan beruházás Magyarországon, amely mögött ne lett volna ott Európai Uniós fejlesztési forrás. Ma 10-szer annyi fejlesztés valósul meg, mint 2010-ben, és ezeknek már csak a felében van Európai Uniós fejlesztési forrás. Tehát a magyar gazdaság ma olyan stabil lábakon áll, de azokat a pénzeket, ami a vállalkozások fejlesztési pályázataihoz szükséges, azt a saját költségvetésünkből ki tudjuk gazdálkodni, függetlenül attól, hogy ezekhez a fejlesztésekhez az Európai Uniós adófizetők hozzájárulnak-e vagy sem.
Csepregi Nándor a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is jelentősen érintő agrártámogatásokról elmondta, itt is magyar forrásra építenek. Ezekkel elsősorban az integrált fejlesztéseket kívánják előmozdítani, vagyis a mezőgazdasági vállalkozók a termelési, feldolgozási és kereskedelmi folyamatok teljes kiszolgálásában közreműködjenek.